Köszöntöm a kedves nézőket, a Kék Lámpások a Köztérben című adásunkat látják. Valószínűleg biofűtől kábultak szobormerevvé azok a fiatalok, akikről egy videó is kering az interneten. A drogosok a Jancsár Parkban voltak teljesen beállva. A városlakók szerint nem ez volt az első ilyen eset, mostanában gyakran látni hasonlót. Az Egészségdob Alapítvány szakemberei szerint nagyon könnyű hozzájutni ehhez a kábítószerhez, olcsó, gyors és hozzászokást eredményez, felkavaró képek következnek. Ez az a videó, amely a napokban bejárta a Facebookot. A felvétel nem a fővárosi Hős utcában készült, hanem Székesfehérváron a Jancsár Parkban, nem messze az iskolától, óvodától. A fiatalok valószínűleg kábítószereztek, és ugyanúgy, mint Pesten, az úgynevezett varázsdohánytól kerülhettek öntudatlan állapotba. Az egyik itt lakó szerint a drogosok néhány hete jelentek meg a környéken, bár nem bántanak senkit, megrémítik a palotavárosiakat. Nem hiszem, hogy alkoholt fogyasztottak, hanem inkább valami kábítószer. Ennél a fotónál csak a helyszín más, a szoborrel merevedett fiatalok állapota ugyanolyan, mint a videón látottaké. A skála mögött szintén három fiatal ember vált szinte teljesen zombivá, de új képek is felkerültek a közösségi oldalra. A szakemberek szerint valószínűleg biofűvet szívnak a fiatalok. A probléma az eleve ott kezdődik, hogy a biofű, mint olyan, se nem bió, se nem fű, tehát ez egy tiszta szintetikus anyag, és valójában azt se tudjuk megmondani, miből van. Tehát, hogy annyiféle variációja van ezeknek a szereknek, hogy igaziból ember legyen a talpán, aki meghatározza, hogy pontosan mit, ki mit fogyasztott, aki árulja, nem tudja, mit árul, és aki veszi, nem tudja, mit vesz. Na most innentől fogva az, hogy milyen hatása is van a szervezetre hosszú távon vagy rövid távon, azért elég nehéz meghatározni. Ami biztos, hogy egy külsőre, látványra ez elég, amit ugye most úgy mondanak, hogy zombi drog, de ez nem zombi drog, vagy én nem tudom, mit értenek zombi drogon, a biofűnek ilyen a hatása. Tehát, hogyha valaki ezt általában cigarettába elszívja, akkor rövid időn belül, körülbelül egy fél percen belül, egy percen belül teljesen betompul az agya, tehát az azt jelenti, hogy elveszti így a kapcsolatot a külvilággal, lóg a feje, elernyednek a végtagjai, nem nagyon van világánál, hogyha az ember így meglökdösi az illetőt, akkor így nagyjából próbál fókuszálni, próbálja észrevenni, hogy ki van ott. Ez tart olyan 10-15 percig, nem tovább, aztán utána általában mennek fogyasztani tovább. Hosszabb távon, amit észrevettünk, hogy előhoz nagyon gyakran pszichés problémákat, tehát rejtett pszichés problémákat, nagyon gyakori a pszichózis, a kezelésben nagyon gyakran megjelenik a pszichiáter jelenléte, ami mondjuk régen nem volt annyira jellemző a klasszikus drogokra tekintve. Itt a gyerekaddiktológián nálunk, gyerek és ifjúsági addiktológián nem véletlenül van gyerekpszichiáter, ifjúsági pszichiáter, pontosan amiatt, mert fiatalok nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt lesznek függők biofűvel kapcsolatosan. Olcsó, könnyű hozzájutni, interneten ide rendelhető és jókerülő. Most ennél rosszabb összetétel nincsen, hogy hamar történik a hozzászokás, olcsó és könnyen beszerezhető. A függőséggel kapcsolatosan egy ilyen függőséget ledolgozni, az mekkora erő? Az egyénenként változó, vagy anyagonként változó? Hát ez azért sok összetevős, tehát ugye egyrészt azt is érdemes ilyenkor megnézni, hogy hát egy kárfelmérést, egy állapotfelmérést, hogy ki mióta drogozik, mit drogozik, milyen egyéb háttere van. És nyilván, hogyha valakinek eleve van egy pszichés sérülése, és ez mondjuk így a drogoktól kidomborodik, akkor azzal így el lehet bíbelődni hosszú-hosszú évekig. Van, aki úgy marad, egyszerűen maradandó károsodást okoz. Van olyan kliensünk, hogy ide jön, beszélni nem tud, és akkor állítják a szülők, hogy kvázi ő jó tanuló volt, jó képességű, és mi nem is tudjuk elképzelni, hogy ez igaz-e vagy nem, de hát, hogy állítólag igaz, de hát olyan sérüléseket szedett össze fél év alatt, hogy nem lehet belőle kihozni.
Aztán olyan is van, aki hosszú évekig drogozik, és úgy lassabban romlik az állapota. Nyilván az, hogy biológiailag, pszichésen vagy szociálisan ki milyen szinten sérül, vagy rombolja le az életét a drogok által, vagy a szerfogyasztás által, az ugye elég egyéni színezetű. Hát, hogy ugye nyilván egy alacsony sorba, egy rossz anyagi körülmények között lévő ember nyilván hamarabb fog pénzt szerezni egyéb forrásból, nyilván egy jó körülmények között élő ember az mondjuk később szorul arra rá, hogy mondjuk ellopjon valamit, mert hiszen mondjuk, ha otthon van, akkor neki nem kell lopnia. Most nyilván egy 120 kilós sportolt fiatalember fizikailag valószínűleg jobban bírja. A pszichés már így nem válogat. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ezek az új típusú pszichoaktív szerek, azok végül is így is úgy is hatnak, de hogy azért vannak egyéni színezetek, tehát hogy iszonyú mennyiségű drogot képes egy ember elfogyasztani különben, de ezek az új pszichoaktív szerek azért nagyon nagy katyvaszt csinálnak a fejekbe. Milyen hatással van a környezetére egy-egy függő, és hogyha a mi környezetünkben találkozunk egy ilyennel, akkor hogy tudjuk rávezetni a jó útra? Ez egy jó kérdés, de nagyon egyszerű a válasz. Tehát, hogy mindenképpen szakembert kell bevonni, pontosan amiatt, mert ebben a környezetben, amiben az illető mondjuk fogyaszt, ő ott krízisben van. Tehát, hogy önmagát kiemelni a saját hajánál fogva nem fogja tudni. A támogató környezettel meg ugye az a probléma, hogy valójában mivel ebbe ők is benne vannak, olyan tekintetben, hogy rengeteg játszma jellemzi a függőséget, nagyon megromlanak a szociális kapcsolatok, egészen elmérgesednek, ismerek olyan klienst, akinek távoltartási végzése van a saját családjától. Tehát, hogy ebből az állapotból nézve elég nehéz segíteni neki. Plusz a függőséggel jár egy kényszer és megszállott lelki állapot, pszichés állapot, az azt jelenti, hogy tagadással jár a függőség. Tehát ez egy hosszabb folyamat, de a család nagyon sokat tud segíteni, és minél hamarabb csípjük meg ezt a problémát, annál kisebbek azok a károk, amik mondjuk hosszú távon elkísérik a családot. Nálunk van családterápia, családkonzultáció, és nyilván emiatt van ez jelen a szenvedélybetegellátásban, mert a család egy nagyon fontos a felépülésben is, meg nyilván a hosszan tartó abszinencia tekintetében is. A megyei rendőrség szóvivője azt mondja, a Jancsár Parkba senki sem hívott rendőrt, de a kapitányság munkatársai viszonylag rendszeresen járnak el hasonló esetekben. Az egyenruhások azt kérik, aki ilyet lát, az hívja a 112-es segélyhívót. Munkatársaim mindent megtesznek a hasonló esetek kiszűrése és visszaszorítása érdekében. Részünkről az elsődleges intézkedés, az az úgynevezett biztonsági intézkedés, amikor a mentőszolgálat munkatársai segítségével orvosi ellátásban részesül az illető. Természetesen abban az esetben, hogyha indokolt, akkor kollégáim büntető eljárást is kezdeményeznek kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése miatt. A vér- és vizeletvizsgálat bebizonyítja, hogy a gyanúsított tiltott szert használt. A rendőrség büntető eljárást indít. Ha azonban a szintetikus kábítószer összetevői nem szerepelnek a tiltólistán, az egyenruhások tehetetlenek. A biofű komponensei folyamatosan változnak, és hatásuk kiismerhetetlen. Új civil szervezet segíti ezentúl a székesfehérvári mentők munkáját. A Rescue Alapítvány a helyi szolgálat támogatása érdekében alakult meg, és céljuk az egyenruhások megbecsültségének növelése. Bár az ebéd az asztalon, a fehérvári mentők 2:30 magasságában sem ülnek az asztalhoz. Egy 75 éves asszony szorul a segítségükre, hozzá sietnek az egyenruhások. Amint a páros elmegy, teljesen kiürül a mentők pihenője. A szobában bútorok ugyan vannak, a padlóra és a világításra azonban ráférne egy kis korszerűsítés. Többek között felújításra és mentőeszközök beszerzésére, valamint olyan programok szervezésére gyűjt az alapítvány, amely tovább javít a kivonuló állomány megbecsültségén. Sokszor azt veszük észre, hogy az emberek nem nagyon tudják azt, hogy ezek mögött, az egyenruhák mögött azért van egy érző ember, akinek ugyanúgy meg kell élni azokat a tragédiákat, aminél kint van, mint az, aki sajnos ennek elszenvedő alanya. Tehát egy kicsit mi is megéljük ezeket. És szeretnénk egy kicsit legalább honorálni ezt a munkát azzal, hogy,
hogy olyan munkakörülményeket teremtünk számukra, hogy rekreációs programokat szervezünk nekik, hogy egy kicsit tudjon elmenni sportolni, tudjon elmenni egy kicsit pihenni. Szervezni szeretnénk nekik minden évben hagyomány teremtő jelleggel, akár évzáró ünnepséget, hogy egy kicsit érezzék azt, hogy a lakosság részéről is nem csak erkölcsileg, hanem egy kicsit más módon is manifestálódik ez a fajta megbecsülése ennek a szolgálatnak, amit nap mint nap tesznek a bajtársak, és teszünk az emberekért. És azt gondolom, hogy minden, ami ide támogatásként vagy adományként érkezik erre az állomásra, az úgyis visszaszáll az adományozóra, hiszen egy boldog, egy motivált mentő dolgozó még a mostaninál is jobb ellátást tud biztosítani. Szeretnénk szakmai programokkal a most is igen magas tudást fejleszteni, még olyanokkal, amik esetleg akár Magyarországon nem is elérhető programok eddig. Valamint szeretnénk a civil lakosság elsősegélynyújtó ismereteit is fejleszteni, hiszen elengedhetetlenül fontos a laikus elsősegélynyújtás. Az Országos Mentőszolgálat már most is indított hősképző programokat, de mi szeretnénk egy kicsit ennél még többet tenni. Szóval tényleg szeretnénk azt, hogy mi itt Székesfehérváron még az országos átlagnál is egy kicsit többet teszünk mindenhez hozzá. Az alapítványnak készülőben van a honlapja, jövő hét végére ígérték ennek az elkészültét, ez lesz a www.rescuealapitvány.com, így csupa egybe. Ott lesz számos hasznos információ. A Facebook oldalunk is hamarosan, tehát az a napokban el fog készülni. Egyebekben bármilyen kérdéssel a rescuealapitvány@gmail.com e-mail címen lehet minket megkeresni, és akkor tudunk ebbe segíteni, hogy mi módon lehet támogatni. Illetve hát ugye elkészült egy ilyen kis videó, ami ezt az alapítványt hivatott egy kicsit népszerűsíteni, illetve magát a fehérvári mentőmunkát bemutatni, így egy kicsit életszerűbben, és hát ezt a Facebook oldalon elérhető, és hogyha ezt is megosztják, végignézik, akkor egy kicsit bepillantást nyerhetnek pár perc erejéig abba, hogy mi milyen küzdelmeket folytatunk itt nap mint nap, és ott egyébként egy számlaszám is a végén van esetleg, hogyha pénzbeli adománnyal szeretne valakihez hozzájárulni, de bármilyen adományt szívesen veszünk, de mondom, ezt az e-mail címen bármikor. Hát elsődlegesen mondom, ez az állomás felújítás belül, meg korszerűsítés, inkább azt mondanám, tehát ez lenne, ami a legurgensebb lenne, illetőleg az eszközfejlesztések. Tehát, hogy most is nagyon profi eszközökkel dolgozunk, de mivel a mentőmunka az egészségügyön belül is az egyik legdinamikusabban fejlődő részegység, hiszen mondhatjuk azt, hogy intrahospitális, tehát kórházon belüli ellátást szeretnénk mi egy helyszínre kivinni. És hát ez napról napra fejlődik, tehát napról napra elérhetők új technológiák, új eszközök, és mi szeretnénk, hogyha ezek nem csak külföldi vágyálmok lennének, hogy ott megvannak, hanem igenis az, hogy a székesfehérvári mentőknél már ezek is elérhetőek. Szóval ezek lennének most az elsődlegesek. Meg egy kicsit tényleg az, hogy szeretnénk komfortosabbá tenni, hiszen ha belegondolunk abba, hogy az embereknek tehát az emberek, akik itt dolgoznak, jóval többet vannak itt, mint otthon. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy a második otthonunk ez az állomás, és azt gondolom, hogy ez egy teljesen jogosan elvárható igény, hogy akkor olyan módon legyünk itt, hogy ne csak a mentőmunka legyen büszkeség, hanem az az állomás is büszkeség legyen, és komfortos is legyen egy kicsit. Fehérben nagyjából 450 ezer ember él, a mentők évente összesen a 10%-uknak, 44 ezer betegnek segítenek. Megyénkben 260-an dolgoznak a szolgálatnál. Fehér megyét, hogyha egy kicsit előtérbe helyezzük, akkor azt tudom mondani, hogy Fehér megye lassan 260 fővel látja mindennapi feladatait. Ezt 12 mentőállomás és egy irányító csoport látja el. És egy nagyon érdekes szám, hogyha azt kiemeljük, hogy 450 ezer fő Fehér megye teljes lakossága, és ennek a teljes lakosságnak közel 10%-át, tehát 44 ezer embert szállítunk el évente. Nagyon megterhelő munkát végeznek a mentők, a szívük, a lelkük, és hát a gyorsaságuk, meg hát a fáradhatatlanságuk is nap mint nap szükség van arra, hogy ezt a feladatot el tudják látni, de mégis mekkora megbecsültségük van a civil lakosság körében a mentőknek. Van-e dolog ennek kapcsán?
Abszolút így van, tehát nagyon fontos az, hogy a mentőmunka az nem munka, hanem egy olyan hivatás, amelyet az ember a nap 24 órájában csinál, és akkor is, amikor levesszük az egyenruhát, akkor is mentős vér csörög az ereinkbe. Nagyon fontos azt tudni, hogy ez valóban egy teljes embert, mondhatni, egy teljes családot kíván mindenkitől, és ezért nagyon fontos, hogy mindig tegyünk azért, és tegyünk annak érdekében, hogy a mentőszolgálat dolgozóinak, annak a bajtársi közösségének a megbecsültségét tudjuk emelni. Az alapítvány mennyiben segíthet ebben, illetve miért fontos, hogy a székesfehérvári mentést már segíti egy alapítvány is? Az Országos Mentőszolgálat Fejér megyében is abban a kivételes helyzetben van, hogy a kisadomány is kiválóan jön, és a nagyadományt is célszerűen és okosan fel tudjuk használni. Minden olyan alapítvány, ami az Országos Mentőszolgálat céljainak megvalósítását támogatja, az hasznos. Jelenleg nagy öröm számunkra, hogy elindulhatott és elindul egy székesfehérvári székhelyű, székesfehérvári kötődési alapítvány az Országos Mentőszolgálat Fejér megyei szervezetén belül. Rendelkezünk alapítványokkal mind országosan, mind helyi szinten a megyében, de nagyon fontos az, hogy a fehérvári bajtársainknak is legyen lehetőség, hogy támogassuk a munkájukat. A civil szervezet a Magyar Mentőszolgálat 70 éves évfordulóján alakult meg. Felfüggesztette a Székesfehérvári járásbíróság az első olyan eljárást, mely a szabálysértési törvény október 15-i módosítása után hozott ítéletet. A hajléktalan törvényként ismert rendelkezés ügyében a bíró az Alkotmánybírósághoz fordul, mely álláspontja szerint a rendelkezés ütközik az alaptörvény emberi méltóságról szóló passzusával, ráadásul az eljárás a szabálysértés gyanúsítottát megalázza. Nem vagy csömeseket kéne kergetni, hanem úgy bűnözőket. Kolompár Győző volt az első székesfehérvári eljárás gyanúsítottja. Az 54 éves férfit a belváros környékén élők jól ismerik, hiszen szívesen tölti az idejét a belvárosban, a Skála környékén és a Fórum téren. Haverok, összeértünk itt. Mint Kolompár Győző mondja, évek óta hajléktalan, de a helybeliek nem emiatt szoktak rá megharagudni. A férfi saját bevallása szerint is sokat iszik, és akkor sem hagyja el aktuális helyét, ha kis dolga van, de még akkor sem, ha nagy. A fehérvári férfit ennek ellenére gyakran megsajnálják a járókelők. Abból él, amit tőlük kap. Hattak, áll a jó Istennek, vannak jó emberek, de van ő is az, hogy mennyire dolgozni. Akkor hogy megyek el dolgozni? Le vannak vágva, mint a 10 lábújjak, akkor mondom, hogyan? Nem veszek meg, sehol. Nem. Elmennék. A rendőrök az úgynevezett hajléktalan törvény miatt háromszor figyelmeztették a férfit a közterületen életvitelszerűen tartózkodás szabályának megsértése miatt, majd negyedjére 3 napra őrizetbe vették. Itt megfürdött, tiszta ruhát és főtételt kapott. A gyanúsítottat pénteken bíróság elé állították. A Székesfehérvári járásbíróság felfüggesztette az eljárást, mert szerinte a rendelkezés alaptörvény ellenes, ezért az Alkotmánybírósághoz fordultak. Azok az alaptörvényi rendelkezések, amelyek vonatkozásában úgy találta a bíróság, hogy ellentétesek lehetnek ezzel a szabálysértési törvényi rendelkezéssel. Ez két passzus, az egyik az emberi méltóság sérthetetlensége, a másik pedig az, hogy kimondja az alaptörvény, hogy senkit sem lehet megalázó bánásmódnak alávetni. Mivel a bírák önállóan hoznak döntést, hazánkban nincs precedens értékű per, ezért valószínűleg lesz még ilyen tárgyalás a fehérvári bíróságon. A rendőrség megkeresésünkre közleményben reagált, melyben azt írják, a hatóság mindenkor a hatályos jogszabályok szerint jár el, így a bírósági döntés nem változtatja meg az eddigi gyakorlatot. Fejér megyei adatokat nem hozott nyilvánosságra a rendőrség, de országszerte összesen több mint 200-szor figyelmeztették a hajléktalan embereket és a fehérvárival együtt. Összesen 7 szabálysértési előkészítő eljárás indult. Egy hónapja lépett életbe a hajléktalan törvény. Bár Fehérváron úgy tűnik, jelentősen csökkent a közterületen életvitelszerűen élők száma az elmúlt hetekben, az új jogszabály megosztó visszhangra talált. Nemrégiben egy közvéleménykutatás is készült a törvény kapcsán, a városban pedig az utcán élők munkavállalását segítő intézkedések indultak el.
Lassan egy hónap telt el azóta, hogy életbe lépett a hajléktalan törvény, melynek értelmében tilos az utcán életvitelszerűen élni. A jogszabály értelmében a hatóságok háromszor figyelmeztetik azt, aki életvitelszerűen tartózkodik az utcán, negyedjére azonban szabálysértési eljárás indul az utcán élő ellen. A törvény megosztó visszhangjára reagálva az Index és a Závec Research készített közvéleménykutatást, arra keresték a választ, hogy a magyarok mit gondolnak a hajléktalanokról, a kutatás meglepő eredményeket hozott. Mint kiderül belőle, a magyarok nem feltétlen értenek egyet a hajléktalanságot szigorúban sújtó új jogszabállyal, de mégis zavarja a többséget az utcákon a hajléktalan emberek látványa. Hasonló véleményen vannak a fehérváriak is. De eléggé fel vagyok háborodva. Az az igazság, hogy nekem az a véleményem, hogy a 21. században Európa közepén ilyennek nem lenne szabad megtörténni. Én jónak tartom, csak a feltételeket teremtsük meg mellette, hogy legyen azért hol meghúzódniuk. Amúgy viszont jónak tartom, mert ahhoz, hogy a város olyan legyen, amilyet szeretne élni mindenki, ahhoz szükséges az, hogy ne lásson az utcán embereket, hanem tudjuk azt, hogy őnekik is van helyük. Fehérváron több helyszínen összesen 5 telephelyen van lehetőségük lakhatásra azoknak, akik az utcára kerültek. A Palotai úton, a Kikindai úton, a Széchenyi úton és a Sörház téren is vannak átmeneti otthonok, összesen valamivel több mint 150 főt képesek ezekben elhelyezni, férőhely pedig az önkormányzat szerint mindig van. Az átmeneti szállók folyamatosan feltöltésre kerülnek, egy-egy férőhely mindig van, illetőleg az éjjeli menedékhelyre bármikor be tudnak menni, ott is vannak férőhelyek. Emellett a szállókon tanácsadással és támogatásokkal is próbálják felkészíteni az ellátottakat az önálló életvezetésre, és igyekeznek mindenkinek munkát is találni. Ebben egy pályázat is segíti a Kríziskezelőközpontot. 205 millió forintot nyert a Kríziskezelőközpont ezen a pályázaton. Önkormányzat azzal segítette ezt az új esély megnevezésű programot, hogy 4 önkormányzati lakás esetében biztosított a Kríziskezelőközpontnak bérlőkijelölési jogot, így ő segítségükkel tudnak ebben részt venni. Ebben a programban biztosított neki a lakhatása, az étkeztetése, a munkába való visszatéréséhez. Hasonló módon próbálja most segíteni az újrakezdést a Városgondnokság is. Tavaszig az eddigiek mellett további 20 fővel szeretnék bővíteni a fedél nélküli foglalkoztatottak számát a cégnél. Próbálunk egy 15-20 fős programot elindítani jövő tavasszal, amikor egy mentorálással, egy speciálisan az ő különleges élethelyzetükre, ehhez igazodó problémáknak a kezelésére is tudnánk odafigyelni. Tehát nem egy klasszikus foglalkoztatás, mint ami a jelenleg a Városgondnokságnál folyik, hanem egy támogatás, mi is kapnánk támogatást az ő foglalkoztatásukhoz, és akkor mi is egy kicsit elnézőbbek, egy kicsit rugalmasabbak tudnánk lenni. Az elképzelés szerint a kezdeti 20 foglalkoztatott létszámát akár tovább is lehetne növelni a programban, amennyiben erre igény mutatkozik majd az érintettek részéről. Országos fekvenyomó bajnokságot rendezett városunkban az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az erős emberek versenyén több mint 130 tűzoltó indult, köztük szép számban hölgyek is. Azt szeretném kívánni mindenkinek, hogy azt az eredményt, amit eddig tudott, azt minimum hozza, és szurkolok azért, hogy esetleg még további eredményeket, rekordokat állítsatok fel saját magatokra. Ezekkel a szavakkal biztatta az ország minden tájáról városunkba érkező versenyzőket Magosi Lajos megyei katasztrófavédelmi igazgató. A megmérettetés a hölgyekkel kezdődött, a 45 résztvevőnek 25 kilós súllyal kellett kezdeniük, akik között fehérváriak is szép számmal képviseltették magukat. Szeretném a megyei igazgatóság hírnevét öregbíteni. Az az igazság, hogy mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a tűzoltóságon, a katasztrófavédelemnél dolgozunk, és nálunk a kondíció megőrzése az létfontosságú.
Mit tesztek érte egyébként? Most ez egy fekvenyomó bajnokság, ez azt jelenti, hogy minden nap űzöd, vagy alkalomattán, vagy sportszerűen, mit lehet erről tudni? Azt tudni kell, hogy a tűzoltó alkalmasságnak egyik feltétele az évenkénti alkalmassági vizsgálat. Tehát ahhoz, hogy a kondíciód megőrizd, ehhez folyamatosan sportolni kell, és hát van konditermünk, erre nagyon büszkék vagyunk, a fehérvári laktanyában van egy jól felszerelt konditerem, tornaterem. Ezen kívül biztosítanak nekünk heti 2 órát kötelező sportként, ezt ki is használjuk. Nem kimondottam, mint fekvenyomó, hanem mindenféle testedzést, elsősorban aerob testedzést, mert azért légzővel futkározni 9-ig, az csak úgy megy, hogyha valakinek jó a kondíciója. És voltál már egyébként ilyen versenyen? Még nem. Akkor ez az első alkalom, és hogyan történt a felkészülés? Hát a kötelező sporton kívül én jó magam heti 3-szor igénybe veszem még munkaidőn túl a konditermet, és a lányom személyedző, és ő segít a felkészülésben. Milyen súlyokat fogsz most emelni? Én úgy gondolom, hogy a kötelező sportban a nőknek a 25 kilóval kell nyomni, 25 kilós súllyal bizonyos percenként mennyit tudunk kinyomni. 18 a minimum az én korosztályomnak, ami már nincsen, mert 55 éves a legidősebb korosztály, én ennél jóval idősebb vagyok, 62, úgyhogy tehát a 25-tel kezdem, aztán meglátom, 30-35-ig megpróbálok fölmenni. Már sikerült kinyomni egyszer a 35-öt. Beszéljünk egy kicsit a foglalkozásodról, mióta vagy a tűzoltóságnál, és mit lehet tudni a te munkádról? 1989. január 1-én kerültem a tűzoltósághoz. Személyzet is vagyok. Személyzet is, és azon belül, vagy azon túl még a fegyelmi ügyekkel foglalkozom, tehát úgynevezett fegyelmi tiszt, amit nem nagyon szeretek a munkámból, de hát sajnos azt is muszáj, miután ez a szervezet igényli azt, hogy tényleg fegyelmezetten, felkészülten és lehetőleg hiba nélkül hajtsák végre az emberek a feladatot. És emiatt, hogyha tévedés van, előfordulhat, hogy fegyelmi eljárásra kerül sor. Akkor azért az nem egy kis felelősséggel jár a munka? Igen. Nagyon kell mérlegelni, hogy tényleg ezt az ember most gondatlanul, szándékosan csinálta, vagy a körülmények összejátszása meg egy kis figyelmetlenség belekeveredette a dologba. És a másik, ami miatt nagyon fontos ez, hogy a testi épségük is múlik azon, hogy például egy kár esetnél mindent a szabályzatoknak megfelelően csináljanak az emberek. Délután már a férfi versenyzőké volt a főszerep, fehérvári tűzoltóknak közülük is lehetett szurkolni. Szeretem ezt a sportágat, most már lassan 7. éve, hogy testedzéssel foglalkozom ezen a téren igazából. Nem konkrétan az erőemeléssel, de jött ez a lehetőség, gondoltam, kipróbálom magam ebben is. Hogy zajlott a felkészülés? Kellett-e külön felkészülni rá? Igen, hát az elmúlt másfél hónapban igazából csak a fekvenyomással foglalkoztam, tehát az edzésnek a többi részét hanyagoltam, inkább a mellizom erősítését hajtottam most végre. És milyen súlyat fogsz most megpróbálkozni? Mi az, amit kiszűztél magadnak célul? Hát 70 kiló lesz a kezdősúlyom, de szeretnék a 110 kilóig felmenni. Szokott egyébként az edzéseken ez sikerülni? Szokott, igen. Volt már feljebb is, de kicsit hanyagoltam az edzést az elmúlt időszakban, de remélem, hogy 110 kiló az sikerülni fog most. És akkor az egész versennyel mi a célod? Igazából nevesíteni a fehérvári csapatot, tehát mindenképpen a Fejér megyét jó pozícióba hozni, aztán majd meglátjuk a továbbiakban, hogy lesz.
elég fiatal, vagy mióta vagy egyébként a tűzoltóság állományában? Hát tavaly márciusban lettem állományba véve, előtte volt egy fél éves iskola, úgyhogy igazából még újonc vagyok. És mi az, amit csinálsz, hogy kell elképzelni a napi munkádat? Húha, hát 24 órás szolgálatban vagyunk, ugye? Igazából a délelőtti órákban, hogyha nincsen káreset, akkor tanulással foglalkozunk, szerelési foglalkozások vannak. Természetesen, hogyha valamilyen káresemény van, akkor ott vagyunk kint. Műszaki mentéssel, illetve tűzoltással foglalkozunk. Élvezed, amit csinálsz, és ez egy nagyon-nagyon szép hivatás. Mit gondolsz, ez lesz a jövő, mindig is ezzel fogsz foglalkozni? Igen, nagyon szeretem azt, amit csinálok, ez így van. Mondhatjuk, a gyerekkori álom volt az, hogy ez valóra váljon. Természetesen igen, tehát én ebben tudom elképzelni a jövőmet. Nyilván a tanulmányaimat is majd a felsőfokú végzettséget ehhez fogom igazítani. Szűcs Attila többszörös világbajnok, Európa-bajnok, erőemelő, a versenyszervezője elmondta, rekordszámú összesen 140 nevezés érkezett a fekvenyomó versenyre. 2001 óta szerveznek a tűzoltóságnak fekvenyomó magyar bajnokságot, és ebben az évben volt a rekordnevezés, tehát 140 ember nevezett, ilyen sokan még nem neveztek erre a versenyre, és ez pontszerző verseny a BBOK versenysorozatban. Te is egy komoly versenyzőnek számítasz, mesélj egy picit a múltadról. Igen, én végülis nem fekvenyomó, hanem erőemelő versenyző vagyok, tehát aki fekvenyomás is, és guggolás is, és lehúzás is. Háromszor nyertem világbajnokságot, kétszer Európa bajnokságot, van három világcsúcsom és két Európa csúcsom is, fekvenyomásban is. Mióta foglalkozol egyébként ezzel? 98 óta. Hát már elég régen most már. 98-ban kezdtem, és 2001 óta versenyzek folyamatosan. Ez mit jelent, hogyan készülsz a versenyekre? Minden nap foglalkozol a testeddel? Nem, az heti négy edzés, tehát négyszer két órás edzés, és a többi napokon pedig pihenő napok vannak. Most is készülsz egyébként? Most szervezed, de ezen kívül van olyan verseny, amire szeretnél eljárni? Nem, most vége van a versenyszezonnak. Szeptember 16-án Egerben volt a világbajnokság, és az volt az utolsó verseny ebben az évben. Most már csak jövőre lesz. Beszéljünk egy picit a mai megmérettetésről. Mondtad, hogy 140 körüli a résztvevő. Hány lány, hány fiú van? Hát 45 lány van összesen, a többi pedig a fiú, nyilván. És így még pontosan nem tudom, hogy vannak le milyen súlyokban, de 45 lány, tehát ilyen sokan még nem voltak soha. Elég hosszú lesz a mai nap nekünk. Mi az, amit teljesíteniük kell? Hogy vannak a kategóriák, mit lehet tudni? Ez úgy van, hogy nőknél van junior, open és masters kategória, és azon belül 70-80 és különböző súlycsoportok vannak, és súlycsoportonként hirdetünk első, második, harmadik helyezetet, plusz van egy abszolút első helyezet, az, aki a súlyától függetlenül milyen erős. Ő lesz az abszolút bajnok, illetve csapatverseny is van még a végén. A megyék közti csapatverseny. Beszéljünk egy picit a munkáról, mióta vagy a katasztrófa védelemnél, és milyen pozícióban, beosztásban dolgozol? 96-ban szereltem föl, először vonulós tűzoltó voltam, aztán iradóügyeletes lettem, majd a műveletirányításon, tehát a műveletirányításon voltam műveletirányító referens, és pedig most ügyeletvezető ugyanott a műveletirányításnál. Hogy lehet összeegyeztetni ezt az életmódot, a sportot, mindent a magánélettel? Hát össze lehet, mert tűzoltóságon ugyanis megkövetelik amúgy is a éves fizikai felmérőt, meg 12-24 és 12-48 órában járunk szolgálatba, és akkor a szabad időnkbe tudunk sportolni. Az országos bajnokság egészen estig tartott az Alba Régia sportcsarnokban, ahol a tűzoltók megmutathatták, nem csak hivatásukban bátrak, elhivatottak, de egyben erősek is. Szurkolni pedig érdemes volt, hiszen a megyei versenyzők közül női junior kategóriában 70 kilós súlycsoportban Santos Cintia első helyezést ért el, 70 kilós masters kategóriában Sauer Henrikné harmadik helyezést, Sebestyén Péterné pedig második helyezést ért el. A férfiak között plusz 110 kilós súlycsoport Masters kategóriában Szűcs Zsolt Puszta Szabolcsi tűzoltó első helyezést ért el. Kedves nézőink, ennyi volt már a Kéklámpások a köztérben című adásunk. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!